Szép estét kívánok, köszöntöm a megjelenteket. Immáron harmadik alkalommal találkozunk a döntéskiállítás alkotóival, kurátoraival, illetve vendégeinkkel. Arra fogunk beszélgetni, hogy mi mindent jelent nekünk ez a tárlat. Nagyon is jól tudjuk, az előző beszélgetések alapján már mindannyian tisztában lehetünk vele, hogy ez egy rendkívül fontos tárlat mindannyiunk számára. Tóth Norbert kurátor koncepciója alapján megismerhetünk a Magyar Hősök Arcképcsarnokából 100 embert, 100 olyan magyart, aki rendkívül fontos nekünk. Megismerhettünk 26 magyar szentet és boldogot, illetve ott van velünk Krisztus természetesen. Illetve itt van Párkányi Rab Péter 66 alkotása, amelyek a kettősséget képviselik, a fény és az árnyék, a jó és a rossz. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, megkérem Kulcsár Mihályt, a Szent István Király Múzeum igazgatóját, hogy az elmúlt időszak eseményeiről, számairól számoljon be nekünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Király Múzeum nevében. Ahogy Vakler Lajos mondta, immár a harmadik esti beszélgetésen, amely a döntés című kiállításunkhoz kapcsolódik. Ugye elhangzott itt, hogy mennyire fontos nekünk a kiállítás. Hát örömmel mondhatom el, hogy nem csak nekünk, szervezőknek, rendezőknek fontos, hanem egyre inkább úgy tűnik, hogy a közönségnek is fontos. Körülbelül két hete, február utolsó napjainak egyikén köszönthettem itt az 5000. látogatónkat. Ma már ott tartunk, hogy bőven 7000 felett van a kiállítás látogató száma. Tehát azt gondolom, hogy egy székesfehérvári viszonylatban mindenképpen kiemelkedő látogatottságú tárlatot tekinthetnek meg az érdeklődők, és hát hála Istennek jönnek is, idősektől, családokon keresztül a legkisebb iskolásokig, óvodásokig rendszeresen vannak csoportjaink a kiállításban, és hát örömmel látom végig tekintve itt az összegyűlt közönségen, akiket tisztelettel köszöntök, még egyszer is köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a rendezvényt. Tehát örömmel látom, hogy bizony már nem csak székesfehérváriak vannak közöttünk, hanem az ország több pontjáról is eljönnek egy-egy ilyen programunkra. Mielőtt visszaadnám a szót, még engedjék meg, hogy egy szolgálati közleménnyel tájékoztassam Önöket arról, hogy a holnapi nap is lesz egy rendezvény itt a Döntés című kiállításban, amikor is a fehérvári huszárok fogják megtekinteni a kiállítást, és hát Ampli Ferenc hagyományőrző huszárőrnagy pedig len a huszárság történetéről is fog mesélni az érdeklődőknek, arra is szeretettel várjuk Önöket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Kulcsár Mihálynak, és ahogy eddig mindkét alkalommal engedjék meg, hogy Magyarország alaptörvényéből, a nemzeti hitvallásunkból idézzek. Mi a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat, a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, és tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeinket. Isten áld meg a magyart! Most ma esti vendégeink, illetve Somogyi Győző, Kossuth Díjas festőművész, grafikus, a nemzetművésze itthon van természetesen. Ő mondta, hogy hiszem, hogy minden, ami volt valamikor, megvan ma is, és rekonstruálható. De ezt tette. Köszöntjük körünkben Somogyi Győzőt, a Radecki huszárok őrmesterét, a salföldi kopjás kapitányt, köszöntjük a nemzetművészét, aki Attila Hun királytól Maléter Pálig megfogalmazta számunkra, hogy mi mindent jelent nekünk a múlt. Örülök, hogy itt van velünk. Vendégünk Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálok hagyományőrző kapitánya. Tisztelettel köszöntöm.
Annyit azért, bár nagyon sok barátja és jó ismerőse van itt, hadd mondjak el róla, hogy a katonatiszti főiskolára jár, beszél törökül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul, németül és oroszul, de leginkább magyarul, és ez a fontos számunkra. Szabad egyetemi óraadó tanár, író, a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző Sportegyesületének elnöke, a honvédelemért bronzfokozatú kitüntetés birtokosa, 5 nagy lovas expedíció vezetője, aki közel 40 ezer kilométert tett meg lóháton, körbejárta az 1000 éves magyar határokat, ellátogatott Rodostóba, Kazasztánba. Könyveiben részletes hadiutazói beszámolókkal szolgál, azt hiszem, hogy nagyon nagy örömünk az, hogy elfogadta ezt a meghívást. Köszönöm, hogy itt van. Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követnek, idézem Ádám Barnabás ezredes urat, a hagyományőrző huszár, illetve a honvédség koronaőrségének parancsnokát, tisztelte, köszöntjük. Sok minden más mellett az egykori felderítő tiszt, azt hiszem, hogy nagyon híres és elismert, hiszen portugáliai NATO kiküldetéséből néhány huszártársával együtt eljött ide-haza, és hát azok a huszárőrsök lovagolnak előtte láthatatlan módon, akikben hisz ma is. Örülök, hogy itt van velünk. Nos, hát akkor kezdjük talán azzal az idézettel, amit megfogalmazott ön, hogy minden rekonstruálható. Azt hiszem, hogy akik ezt a kiállítást megnézték, azok bizonyságot kaptak arról, hogy ez valóban így van. Magyar katonákról és magyar szentekről van szó, de valójában a jó és rossz harca, ez a téma a kiállításon. Ugye hitünk szerint a világot Isten jónak teremtette, és egy megtévedt szereptévesztő teremtmény az, a sátán, aki minden rossznak és bűnnek és bajnak az oka. Úgy a szentek, mint a hősök azért küzdenek, hogy a világrendje helyreálljon. Tehát amikor azt mondjuk, hogy minden megvan, akkor arra gondolunk, hogy a világ minden látszat ellenére ma is alapjában jó. És ezt a jóságot életünk árán is, de törekedni kell helyreállítani. És minden igaz magyar katona és hős, azon kívül, hogy védte a családját, védte a szűkebb hazáját, valójában kozmikus harcot vívott a gonoszsal szemben. Rendkívül fontos, amit mond, és most belekapaszkodnék ebbe a harcba, hiszen március 14-ét írunk, a forradalom és szabadságharc előestéjén vagyunk. És azt gondolom, a hagyományőrzők számára rendkívül fontos ez az ünnep, mindannyiunk számára természetesen, de a huszárságot jelképezi bizonyos értelemben március 15-e, és amikor most Csepin Péter 3 könyvének a címét olvasom fel, akkor ez egyben kérdés is, hiszen ő önmagában a huszárkönyvek, a lakásunk volt paripánknak háta, a vetett ágyunk kemény nyerekkápa, mintha egy vers lenne, hiszen illeszkedik egymáshoz nyilvánvaló, és ettünk és aludtunk vérmocsokkolta nyergen. Azt hiszem, hogy ez mind-mind jellemzi azt a hagyományőrző feladatot, amelyet ön az eredendőtől kezdett, és ma is tartja magát ehhez. Kis segítsége. Kiváló, nagyon jó. Tehát most bebizonyítottam, hogy legalább egy mikrofont be tudok kapcsolni, hogyha verset írni nem is tudok, hiszen nem tőlem származnak a sorok, hanem Arany János Örökség című verséből, és ezt így betettük magunknak arcpoétikának. Tehát az a küzdelem, amit előttünk folytattak több ezer éven keresztül, ezt nekünk is fel kellett vennünk, és folytatjuk a mai napig. Hát ezt tudjuk, hogy a Kárpát-medence tele van vízzel, nem térek ki a többire, mert olyan hosszú lenne a beszélgetés, hogy valószínű, hogy Győzőt innen temetnénk el, de a ravatalon is jól néznék ki szerintem Győző, és lehet, hogy engem is innen vinnének ki majd vele együtt. Tehát egy picit hosszú lenne a téma, úgyhogy én ezzel le is zárom ezt a kis
monológomat, a beugrómat. Tehát a lényeg az, hogy mi 16. századi végvári vitézek vagyunk, tehát nem március 15-éhez csak annyival kötődünk, ugye a 16. hogy akkor már ki lehetett menni, füveltek a lovak, úgyhogy rajta lehetett ütni a törökön. Most a 21. század hajnalán ugyanezt tesszük, én tegnap előtt jöttem haza a határól, oda behívtak tartalékos szolgálatra, és úgy, hogy mint a kértem volna két szép almát, és mondták, hogy 24 darab lett, maradhat-e, mert 3 hónapig voltam ott. A többieket majd így szépen sorjában megyünk tovább. Jó, köszönöm a lehetőséget. Történjék így. Ezredes úr, nem a beszélgetésünk elején, amikor megérkezett, említettem, hogy megnéztem a Szent Koronáról szóló egyik előadását, és azt hiszem, hogy ha kivonatosan is mondja el az itt lévőknek, hogy mi mindent jelent önnek, és mi mindent kell, hogy jelentsen nekünk, magyaroknak a Szent Korona. Jó estét kívánok, tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, kiemeltem barátaimat és előjáróimat. Szeretnék rögtön egy pontosítással kezdeni. Az, hogy nem őseinket kell követni, hanem azt, amit ők követtek, ez Pap Gábor tanár úr mondta. Én csak követni igyekszem, mert magaménak vallom ezt a mondást. A Szent Koronával kapcsolatosan gyakorlatilag egy szakrális tárgyról van szó. Magyarország államiságának megtestesítőjéről van szó. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a titkok koronája is. Hiszen olyan kérdéseket vet föl nap mint nap, amikor ott járunk, szolgáltat látunk el mellette, amelyek amellett, hogy érzelmileg kötődünk hozzá, meghatározza az életmódunkat is. Hát, hogy a koronaőr és a huszár hogyan fér össze, volt már a történelemben ilyen, hogy huszárból lett koronaőr, Máriási László ezredesről beszélek, aki az 5-ös kassai huszárezrednél kezdett, aztán az első világháború befejezése után koronaőrség parancsnoka lett, később a Magyar Királytestőrség parancsnoka. Szóval a Szent Korona a titkok koronája is, és nagyon sok olyan kérdést fölvet, hogyha valaki megnézi a kereszt alatti felső pantokratort, kérem tisztelettel, ott a felső pantokrator nadrágban van. És innentől kezdve talán érthető, hogy ki hozta Európába a nadrágot, és milyen összeköttetés lehet ezen egyetlen egy ruhadarab kapcsán az őseinkkel. Nos, folytassuk a beszélgetést úgy, hogy ugye itthon van velünk, illetve itt van velünk Tóth Norbert, a kiállítás kurátora, az értékmentő tárlat atya. Felütésként akkor most beszéljünk önről, hiszen önről mondta, hogy Somogyi Győző művészete az örök titkot rejti, amelyet minden ember magában hordoz, de csak keveseknek adatik meg, hogy összekösse a földet és eget, a természetet és teremtőt, hogy megteremtse a szakrális alkotást, amely az életet serkenti, élteti és képes a kultúrát létrehozni. Én magam, aki körülbelül 10-szer néztem ezeket a képeket, ennek tükrében is úgy gondolom, hogy ez természetesen sikerült. Ugyanakkor, amikor megfogalmazta az első, a Magyar Hősök arcképcsarnokából az első alkotását, gondolta-e, hogy Attilától eljut Maléter Pálig? De nem időrendben festettem, sőt nem is sejtettem, hogy ebből 100 lesz. Először Simonyi Óbesterről festettem egy porfét azért, mert a kisfiam akkor volt 10 éves, hogy amikor fölébred, akkor ilyen magyar katonákra esen az első pillantása. És akkor a szobát ezekkel a képekkel kezdtem telerakni, és csak évek múlva, amikor felfogtam, hogy hamarosan jön a honfoglalás 1100. évfordulója, akkor határoztam el, hogy kiegészítem 100-ra. Tehát Attilát talán az utolsók között festettem meg, mert őróla semmilyen ábrázolás és hiteltérdemlő leírás nincs, tehát elég nehéz volt az ő alakját megfogalmazni. Hát ahogy a korban visszafelé megyünk, annál kevesebb képi adatunk van ezekről a hősökről. Körülbelül az Anjouktól kezdve 1300-as évektől vannak hiteles portréink, de onnan visszafele hát a fantázia és a párhuzamos ábrázolások azok, amikre a művész támaszkodhat.
Amikor vendégeink most megnézték a kiállítást, melyik volt az az első alapvető gondolat, amelynek mentén azt mondták, hogy igen, szükség van a hasonló tárlatokra, hiszen őrizni kell a hagyományokat, őrizni kell mindazt, amit eleink megteremtettek. Melyek voltak a gondolataik? Csepin Péter. Tehát eleve az, hogy látok olyan képeket, amelyen magyar hőseink föl vannak öltözve úgy, ahogy én saját fantáziámmal elképzeltem őket gyermekkorom óta. Ez azoknak, akikben esetleg nem születik meg ez a gondolat, ez egy irányadó, hogy tessék ránézni, itt van 100 olyan ember, aki ezt az országot azzá tette, ami ma lehet. Tehát ezek azok az emberek, akik nem herdálták el sem a tehetségüket, sem az itt létüket, hanem arra használták fel az ország, Magyarország maradhasson, megmaradjon ez a nyelv, és ezt a kultúrát éltették. Tehát nekem ez vetült le belőle. Köznapi a kérdés, ezredes úr, mi az üzenete egy ilyen kiállításnak? Miért fontos, szükséges és alapvetés? Hát én arra tudok beszélni, hogy nekem mit jelent. Én sok helyen jártam már a világban, 8 évet éltem az életemből különböző helyeken. Nagyon sok olyan szakrális helyen jártam, amely, hát úgy, amikor az ember ilyen helyen jár, akkor megborzong a háta. És ahogy mentem befelé, egyre beljebb a kiállításon belül hasonló érzésem volt. Épp Norbertnek említettem, hogy a legutoljára ilyen a Vokonyai pásztorkápolnában volt. Számomra a magyar hősök tulajdonképpen például szolgálnak. Tehát olyan élettel és halállal bizonyított hűségről van szó, amely valóban oda bevezet a központi térbe, a fénybe, ahol ez a hősiesség valóságá lesz. Számomra ezt jelentette, és ezt jelenti ez a dolog, amely, azt lehet mondani, összekötve Vókonya pusztát és most Székesfehérvárt, hidat képez a mindennapokban. A jó és a rossz, a fény és az árnyék, illetve a sötétség, amikor Párkányi Rab Péterrel meghallgatták Tóth Norbert első gondolatait erről a kiállításról, mint gondoltak, hiszen a busok el semmiképpen nem kapcsolódnak a rosszhoz, ha úgy tetszik. Mi volt az a pillanat, amikor megértették és közösen megbeszélték azt, hogy ez a tárlat így tökéletes? Én először a megnyitón láttam, Norbert be se engedett előbb, és ugyanúgy meglepődtem, mint a többi néző. Azonban rögtön éreztem, hogy helyén van. Tehát lehetett volna a rossz oldalt nagyon gusztustalan, ellenszembes fotókkal is ábrázolni. Azonban akkor kiléptünk volna a művészet tartományából. Tehát a művész csak szépet és szépen ábrázol. Gondoljunk a középkori oltárokra, ahol a pokol és az ördög és a kárhozat is hihetetlenül szépséggel, vagy pedig Szent György és a sárkány ugyanolyan szépen van megfestve, mint Szent György. Tehát más síkon zajlik le az erkölcsi döntés, és más síkon az esztétikai élvezet. És mind a kettőnek otthon kell lenni a kiállításon. Mennyire becsület belő ügy mostanság, hogy hasonló kiállításokon mutassuk be magunkat? 2017-et írunk, és ahogy kezdtem a mondandómat még az elején, soha nem volt talán nagyobb szükség arra, hogy megbecsüljük eleinket, és minden történetet próbáljunk megidézni. Bármennyire is azt mondják, hogy a múltban révedezés az már nem modern, nem 21. századi. Hát a feladat az arányoknak a helyre billentése, vagy legalább az egálba hozása, akkor mindenképpen szükség van ilyenekre is, hiszen a másik oldalt látjuk. Tehát, hogyha valaki bármikor bekapcsolja a démonládát, és onnan ömlik rá a jelenleg kultúrának nevezett szenny, akkor az valószínű, hogyha eljön egy ilyen helyre, és itt meditálni is tud rajta, és nem 24 kép per perccel fogadja be azt, hogy egymással emberek teljesen jellegtelen dolgokon vitatkoznak, ordibálnak, és utána az egész egy ilyen skandináv drogos partiba torkolik, akkor valószínű, hogy ezeket a dolgokat megtanulja értékelni, hogy itt odáll egy kép elé, ő maga szembesül vele, perceket tölthet ennek a képnek a befogadásával, és a saját gondolatait fogja meghallani, nem pedig azt, amikor a televízióban rá öntenek valamit. Tehát számomra ez az arányok billentése a jó irányba. Kapcsolódik hozzá, mert láttam, hogy gondolkodik.
Azon gondolkodtam, hogy magunkban nézünk mindannyian, akkor megtaláljuk ugyanígy a sötét oldalt és a világos oldalt. És valóban a döntés lehet úgy is mondani, hogy mindenki rajta áll. Reformátusoknak van predesztináció is természetesen, jó magam is oda tartozom. Tehát ha ezt a döntést meghozza az ember, és valóban oda teszi le, bármikor vissza lehet billenni a másik oldalra, és nincs az, hogy most én leteszem a voksomat a jó oldalnál, és végig jó leszek, bármelyik pillanatban vissza lehet esni. És azért állandó, úgy lehet megfogalmazni talán, hogy állandó figyelemmel kell élni arra, hogy valahol középen jó irányba elmondani. És mindig tudja az ember azt az utat, amelyen jár, mert mondhatjuk, hogy vannak igazságok. Mert ilyen, hogy kicsit vagyok terhes, vagy nagyon vagyok terhes, ilyen nem létezik. Vagy terhes valaki, vagy nem terhes. Vagy áldott állapotban van. Tehát valahol ennek a középútnak van meg ez a keskeny ösvénye, és ezen a kiállításon nagyon szépen van ábrázolva ez a keskeny ösvény, külön köszönet érte. Beszéljünk a profán útról egy kicsit. Párkányi Rappéter is itt van, de azt hiszem, hogy talán ön is szót kell, hogy ejtsen a dohról, a pusfaporról és egy másik illatról, mert méltatlanul keveset beszélünk a sötét oldalról. Igen, érdekes, hogy az ateista korszak nem csak Isten tagadja, hanem szükségszerűen a sátán létét is, de ezáltal magának a jónak és a rossznak a fogalmát is összemossa, illetve el akarja tüntetni. Ez egyébként az ördög legjobb trükkje, hogy jóról, rosszról, igazról, szépről nem ildomos beszélni. Hát egyik feladata ennek a kiállításnak, hogy pontosan erre rá irányítsa a figyelmet, hogy állandóan erkölcsi döntés előtt állunk, és a harc elsősorban önmagunkon belül zajlik. Tehát ezért is jó, hogy a gonoszt is magyar világ ábrázolja. Tehát ugye ezek a csodálatos busolmaszkok, ezek ugyanúgy a magyar kultúra részei, mint a hőseink. De tudjuk, hogy minden nép csak önmagát pusztíthatja el, és önmagát mentheti meg. Tehát az első lépés az öntisztulás. Amikor Csepin Péter és azok az emberek döntöttek, itt nagyon sok hagyományozó úszár van, Ampli Ferivel szemezek egyébként, aki a mosolygós szemével, gondolkodó szemével követi ezt a beszélgetést, akkor gondolták volna-e, hogy az az értékmentő tevékenység, amit a huszár hagyományőrzők tesznek napról napra, az eljut addig, hogy példa lesz. Arany János szavai jutnak az eszembe, ő mondta azt, hogy gondolta a fene. Hanem csak így ösztönösen tette az ember a dolgát, amire ki volt jelölve, hogy Barna is mondta, hogy predesztinációval él az ember. És hát ha erre az útra rálépünk, akkor azt végig kell járni. Közben itt az előzőhöz hozzáfűzném még azt, hogy tehát az összes nagy nemzet az háborúba született, a magyar történelem hat történelem, és békébe korcsosult el. És látjuk ennek a folyamatnak a jelenkori vetületét. Mint Szent István kutató és a korona, a Szent Korona minden pillanatának tudója. Jankovics Marcellel beszélgettem nemrégiben, aki a kiállítást látogatta meg, és ugye film készül belőle, rövidesen nyilván látni fogjuk. És azt mondta, hogy érdekes számára, hogy Szent Istvánt, mindig az államalapító Szent Királyunkat másként ábrázoljuk, mint ahogy kéne, hiszen ő egy remek hadvezér volt, aki soha nem veszített csatát, míg Szent Lászlóval bizony, a lovak királya, ez előfordult. Amikor erről kérdezem önt, hiszen megnézte a kiállítást, rendjén való ez. Mit gondol erről? Hát először is én nem vagyok hadvezér, csak voltam háborúban. Itt azért látni kell a történelem szempontjából, hogy mindig az utókorit éli meg, hogy most ki mennyire sikeres, mennyire nem. A hadviselésnek megvan az a döntése szintén, hogy vagy jó, vagy rossz irányba döntök, de a legrosszabb, amikor nem döntök. Tehát annak maradok, hogy nem hozok döntést semmilyen vonatkozásban. Szent István életének, annak a korszaknak, mert hogyha meg akarjuk érteni az adott történelmi kort, akkor meg kell néznünk politikai, katonai, gazdasági és társadalmi szempontból minden korszakot. Ha ezt a négy területet végelemezzük, akkor neki egy olyan korszak adatott meg, amikor győzelmek sorozata.
következett be. A történelem folyamán, a mi történelem folyamán, hogy Péter is mondta, 6 történelmet éltünk meg, és az a 6 történelem volt benne jó, és volt benne vesztes csata. De a lényeg, hogy ez a bizonyos győzelem, amit a minden hadjáratnak, minden hadviselésnek a célja, nem mindegy, hogy milyen áron érjük el, mert lehet a sötét oldal használatával is győzni, de abban a pillanatban már is odaálltunk. Tehát a történelem szempontjából nekünk nagyon-nagyon sok példa áll rendelkezésünkre arra, hogy abból meríteni tudjunk. De azt próbálják most szugerálni nekünk, hogy aszerint hős vagy gonosz valaki, hogy úgymond a jó oldalon vagy a rossz oldalon áll. Tehát hallottam én ilyet, hogy a II. Világháborúban magyar katona nem lehet hős, mert a rossz oldalon, azaz a vesztes oldalon állt. Hát a hős fogalma pont az ellenkezője. Tehát függetlenül a politikai céloktól és a háború végkifejletétől, azaz itt és most való emberi helytállásról szól a hős fogalma. És a magyar katona mindig megbecsülte az ellenségnek a hősét is, és ebben a képsorozatban szándékosan ábrázoltam kurucokat is, labancokat is, tehát olyanokat, akik adott háborúban is egymással szemben álltak, de mint emberek és katonák kiválóak voltak, és méltók arra, hogy példaképek legyenek. Tehát itt a példaképekről van szó leginkább. Ön számára mit jelent az a példakép, amit itt az ikonosztázokon felfedezhet? Színben, gondolatban? Színben nem értek mindig egy-egy győzővel, ezt ugye már ki is fejeztem pár szót, de ez természetesen nem ide tartozik ez a dolog. De nem is kell, hogy minden egyet értsünk, mert akkor csak egymást majmolnánk, vagy másolnánk. Tehát a példakép azt jelenti, hogy akire felnézek, akinek az életútját nagyrészt követni próbálom, és olyan tettekkel bizonyított az életében, amelyekhez fel szeretnék nőni. Tehát akinek nincsen példaképe, az valószínű, hogy tehát egy anarchistaként valahol szipuzik egy sarokban, vagy ha ezt nem teszi, akkor nézi a tévét és azzal mossa ki az idegpályáit, hogy könnyebb legyen az élet terheit elviselni. Holott az élet lehet, tehát van akinek minden nap háború, van akinek minden nap karácsony. Nekem szerencsém van, ugye a társaim mondták rá, hogy rám, hogy van bennem egy ilyen kaján és főképp irritáló életöröm. Tehát neki tudunk menni minden egyes feladatnak úgy is, hogy eleve sírunk, és úgy is, hogy ezt úgy tudom szuperálni, hogy eleve az arcába nevetek a problémáknak. Tehát nekem van lőtt, szúrt, vágott sebem, 2-szer eltört a gerincem, de ez most nem licitálni akarok, hogy ki mennyi TB-t fizetett be, mert ebből próbálok azért leforogni egy picikét. De hát ez hozzáállás kérdése. Értem. Ezredes úr, a mosoly mögöttese? Hát a mosoly mögött nem a TB van. Szeretnénk elmondani egy, és tisztelni egy nagyon fontos fogalmat, a hős fogalmát. Balogh Imor 1868-ban kiadja a magyar nyelv szótárát. A hősnek, ennek a fogalomnak 3 jelentése van. Az első, az ifjú. A második, a jegyes szerető. Csak a 3. jelentése a szónak az, hogy csatában magát kitüntető személy, és most kérem magyarul tessék ért, amit mondok, csatában magát kitüntető személy. És ebben a fogalomban benne van gyakorlatilag ez az út, amelyet a hős bejár, hiszen saját magát, saját önbecsülésétnek megfelelően cselekszik, és saját maga előtt kell, hogy megfeleljen, nem mások előtt. Az, hogy mások elismerik ezt a dolgot, ki így, ki úgy, ez már csak külső. Ez már csak egy olyan jellegű megnyilvánulás, hogyha belülről nem fakad, akkor annak építő jellege nincs. És hogy most a hős, hogy mennyit sebesült, mennyit nem, az, hogy az élet folyamán milyen megpróbáltatásokon kell keresztül mennünk, milyen fájdalmakat és örömeket kell elviselnünk, mindez épít. Tehát ami nem öl meg, az erősít, és örülök, hogy erőben, egészségben étősz mellettem. Igen. Essék szó akkor magáról a kiállításról. Beszéljünk a szakrális térről, a központról, a szentség helyéről. Hangsúlyozni kell, hogy ez a kiállítás Tóth Norbert műve.
Tehát mi a kollégával a nyersanyagot szolgáltattuk hozzá, de maga a gondolat és az összeállítás, valamint az, hogy ilyen sokan látták és szeretik, ez elsősorban Norbertnek és munkatársainak az érdeme. Hát ezt a szakrális teret már a Vigadóbeli életmű kiállításunkon megvalósítottuk, ugyancsak Norberttel együtt, tehát hogy egy kicsi zárt kápolnában indul ki a fény az Árpádház szentjeiről, és be kell lépni ebbe a térbe ahhoz, hogy az ember élvezni és nézni tudja, és ott ezek a szentek teljesen körülveszik. Hát ez a kiállítás mód nagyon eltér a mai ma szokásostól, hiszen ma általában egy sík falon egymástól tisztes távolságra 2-3 méterre állítják ki a képeket. Nem is jön létre a modern kiállításon soha szakrális tér. Tehát itt az ikonosztáz elvet alkalmaztuk, hogy egy egyes kép az nem önálló, hanem része egy oltárnak, tehát egy oltárfalról van szó, így jön létre ez a szakrális tér. Tehát nem önmagában a témák adják, az is, de kellett ez a kiállításmód és szerkesztésmód is. Amikor arról beszélt Kócsár Mihály bevezetőjében, hogy több mint 7000 látogatója volt ennek a kiállításnak, akkor én arra gondoltam, hogy önök, akik napról napra mindent megtesznek, hogy az identitásukat, az identitásunkat is megőrizzék, mit gondolhatnak, mennyire van szükség egy ilyen kiállításra? Mit fog mesélni, amikor a társaival erről beszél? Ez annyira bonyolult kérdés volt számomra, hogy ez, tehát ugye számokkal mentünk bele, és a számok szeretete az megmenti az embert mondjuk az érzelmektől. Tehát, hogy 2000-en, 5000-en vagy 50000-en látják-e a kiállítást, hogyha ezek utána úgy mennek el, hogy semmi nem marad meg benne, akkor ez érdemtelen. Hogyha 200 ember látja, aki elmondja 200000-nek, ami miatt visszajönnek, akkor az valószínű, hogy érdemes volt a kiállítást megnyitni. Tehát visszatérve az elejéhez, sem cáfolni, sem megerősíteni, nem tudom a hírt. Jó, akkor beszéljünk inkább arról, hogy mit mesél erről a kiállításról otthon. Én láttam az alapkiállítást a Busók nélkül, fent a Vigadóban, amikor a Győző életműve lett megnyitva. De ismerem Győzőt gyermekkoromtól fogva, tehát belenőttem a művészetébe. Újat nem tudok róla mondani. Jó. Méltatlan vagyok ahhoz, hogy erről nyilatkozzak. Nos, mi másként gondoljuk nyilvánvaló, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy ezredes úr mit gondol, hiszen... Hát én azt gondolom, hogy különbséget kellene tennünk mennyiség és minőség között. Vagy ahogy mondták régen, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. A számok, hogyha nincs mögöttük minőség, akkor nem igazán jelentenek valós tartalmat. Hogyha ezen nagyszámú látogatóból, Istennek hála, hogy ennyien eljöttek, lesz egy-kettő, esetleg több, aki megérti és fölfogja ennek a kiállításnak a küldetését, akkor már ez a kiállítás megért, és minden tiszteletet megérdemel annak értekében, hogy ez továbbadásra kerüljön. Azt mondják, legalábbis én felső magyarországi Eger környéke, de inkább hangsúlyozom, ostorosi vagyok, és mondják nálunk, hogy jóbornak nem kell cégér. És ez a kiállítás a szakrális térbe bevezetésképpen el tudja juttatni oda az embert, engem legalábbis eljutatott, és arról tudok beszélni, amit a lelkem átért közbe. Ez a megragadni szó jut az eszembe, mert valóban fölmutatja azt, hogy ott a belső térben, igen, mi magyarok adtunk jó néhány szentet, jó néhányat, sokat. Nincs Európában még egy nemzet, aki ennyi szentet adott volna ennek a világnak. És eljut minket oda, hogy az önbecsülésünk, az a kicsi lámpa odabent, az fölkapcsolódjék. És remélem, hogy minél több emberbe kapcsolódik föl, aki ezt a kiállítást látta. Gondolkodjunk egy kicsit azon, hogy amit az elmúlt beszélgetésünkkor tábori püspök úr mondott, hogy nincs steril lélek, amelyik önmagában állhatna a világban. Azt hiszem, hogy ez itt abszolút megerősíti, hogy a látogató sem önmagáért van, ez nyilván.
nyilvánvaló. És a 7000-et pedig azért említettem, mert egyrészt ezt külön kell számolni. Minden egyes ember, aki megnézte ezt a kiállítást, és elmondta valakinek, hogy mit látott, az azt generálta, hogy egyre többen és többen jöttek el. Tehát erre utaltam az imént. Amit szabad akarattal teremtett az Isten, annak a legnagyobb próbatétel, hogy választani tudni kell. Itt ez a választás és a döntés felelősségéről szól. Hiszen amikor kijövünk erről a kiállításról, azzal szembesülünk, hogy ott van, hogy dönts. Ezt az egy szót járjuk körül, a döntés felelősségét. Ugye másként hat egy festmény, vagy egy képzőművészeti alkotás, vizuális művészeti alkotás, mint akár egy regény, vagy egy zene. Hát, hogy mikor hozza meg a néző lelkében ezt a fordulatot, az titok. Nyilván egyikünk sem úgy gondolta, hogy amint kilép innen, akkor szenté válik. Lassú folyamat indul meg az emberben, és nem is mindenkiben, mert azt, mint öreg festő már tapasztaltam, hogy nem mindenki vizuális. Tehát van, akit a szó indít meg, van, akit egy gondolat vagy egy példa, és van, aki viszont a szépség hatására tér meg. Tehát ezt rá kell bízni az alkotás saját természetére, és mindenképpen Istenre. Hát a hit Isten ajándéka, a megtérés is az. A kép, vagy a szó, vagy a prédikáció legfőjebb eszköz. Ha már eszköznél tartunk, és nyilván nem a szó és a prédikáció okán mondom azt, hogy ugye hagyományőrző huszárként nagyon fontos az időszak. Melyik hős volt az, akire rácsodálkozott? Melyik hős? Magamra is rácsodálkozok, hogy nem veszem fel automatikusan mindig a mikrofont, de közben az járt a háttérben, a fejemben, hogy én a püspök úrra a csodát saját magam tapasztaltam. Meg karácsonykor szolgálatban voltam a déli határon, 46-os sátorban. A tábori püspök úr meglátogatott minket, az 52-es sátornál által bucskázott a fején, rendőrré változott, és engem a rendőr főtörzsőmester képében látogatott meg. Tehát ezt a közvetlen csodát tudom így a dologhoz hozzáfűzni. Tudom, hogy egy picit lazítani kell néha ezeket a nagyon komoly kérdéseket. Tehát az összes hősre rá kell csodálkozni. Nincs olyan, hogy egy hősre nem csodálkozunk rá. A hős attól hős, hogy az átlagember megáll előtt, és azt mondja, hogy micsoda életem van neki. A döntés pedig az, hogy én, amikor úgy gondoltam, hogy nem akarok átlagember lenni, és ez nagymamám húgának köszönhető, aki valószínű, hogy halhatatlan figura, a dédnagymamám is 103 évet élt, és te ott voltál a gyermekeknek a keresztelőjén. A nagymamám akkor még szinte csitri volt, meg 96 éves, és annyira berúgott, hogy még lövöldözött. Tehát egy ilyen genetikával megyünk neki a világnak, tehát ezért ne tessék haragudni, hogyha én néha bele lazítok ezekbe a nagyon szakrális dolgokba, de nem zárja ki a szakralitás a humort és a jó kedvet, én úgy vélem. Sőt, meg is követeli. Hiszen, hogyha túlságosan komolyan veszük magunkat, akkor az ördög majd itt a háttérbe dörzsölgeti a kezét, hogy elértem azt, hogy nincs jó kedvük. Ezt pedig nem szabad hagyni. Ezredes úr, beszéljünk egy kicsit a Szent Koronáról ismét, hiszen a jelkép, a szimbólum mindenképpen nagyon fontos. És kapcsolódjunk ahhoz a gondolatsorhoz, amit, ahogy elkezdte ezt a beszélgetésünket, hogy miért is fontos nekünk a Szent Korona tisztelete, hiszen nem véletlenül olvastam fel a nemzeti hitvallásunkból sem azt a részt, ami erre utalt. Én is óvatosan nyúlok ezzel a mikrofon, szeretném aláhúzni, mert állandóan egy 42 mint a kézigránátra emlékeztet. Meg hát bajuszos ember lévén ugye nem igazán tűrök el az orrom alatt valami más, csak a bajszomat. Én arról tudok beszélni, hogy nekem mit jelent a Szent Korona, hiszen mindenki saját magának kell, hogy megválaszolja ezt a kérdést. Számomra ő egyes szám, harmadik személy, élő személy. Ha végignézzük a történetét, mert szép hosszú olvasmány, tessék elhinni, ha valakinek van ideje, akkor szánjon rá időt. Üzenetet hordoz a múltból, a jövő felé.
és mi valahol útközben vagyunk, nekem, mint a Szent Koronőrnek egyetlen egy küldetése van az életben, és minden koronőrnek idáig ez volt a küldetése, ezt leírják több helyen, akár Perényi Péter, akár Évai Péter, átadni az utódnak. És egyetlen egy kötelességem van ezzel kapcsolatosan, hogy továbbadjam a Szent Koronát. Érzelmi szempontból megközelítve a kérdést, talán egy szentképhez lehetne hasonlítani, hogy mitől szent egy szentkép. Hát ha elmegyünk Mária Pócsra, onnan elvitték ugye a könnyező Madonnát, hogy majd Bécsbe könnyezni fog, hát Bécsbe nem könnyezik, viszont nekünk magyaroknak a lelkiség szempontjából jelentkezik. És a Szent Korona, őszintén mondom, nagyon sok látogatást végignéztem, nagyon sok látogatót végignéztem. A Szent Korona környékén mindenki őszinte. Mindenki. Beleértem a teljes látogatói kört, aki megjelent ott a környékét. Nem tud elvonatkoztatni. Legutóbb döbbenetes volt számomra Putyin elnök. Személyesen nem tudtam ott lenni, mert egy másik találkozón voltam. Viszont megkaptam a jelentést, hogy ugyanúgy működik az elnök úr irányából is. Vagyis ez a végtelen őszinteség és tisztelet, ami a múltunknak és a jövőnknek is egy záloga. Mert mi magyarunk abban különbözünk a más népektől, hogyha szabad ilyen különbséget vonni, hogy mi 6 generációra vissza tudjuk követni. Tehát az angolban nincs ilyen, hogy ők apa. De nincs ilyen, hogy ők unoka sem. És előre gondolkodnunk pontosan azt jelenti, hogy generációkra kell tudnunk előre gondolkodni, és ha a Szent Korona közelébe vagyunk, akkor 6 generáció mögöttünk, és a 6 generáció előttünk. Minden bizonnyal ez okkal történik így, és ez valóban így van, jó szerintem. Igen, ez nekem festés közben is feltűnt, hogy milyen közel vagyunk Attila királyhoz is. Az az 1500 év néhány generáció, akit ha kicsit jobban odafigyelnénk az őseinkre, még név szerint is tudnánk. De még a Szent Koronához annyit akarok mondani, hogy mindenképpen annak a szimbóluma, hogy az egész magyar nemzetnek van egy történelmi küldetése. Bocsánatot kérek, tisztáznunk kell egy dolgot, ki az, hogy magyar. Mit írnak a régiek arról, hogy ki volt a magyar? Azt írják a régiek, magyar a következő. Szent István koronája alatti országokban polgári joggal bíró személy. Ez volt a magyar is. Ez az első és legfontosabb jelentés a régi kódexeink, illetve hát szótárainkban. És ebbe beletartozik mindenki, aki, hát ugye 9 függő van a Szent Koronán, Révai Péter szerint a 9 csatlakozott országot jeleníti meg, hogy ne soroljam föl, ezt szépen gyönyörű szépen leírja. Tehát valahol a magyarság fogalmát Zrínyi is kimondja, hogy horvát vagyok, tehát magyar. Mert a Szent Korona alatt valója. Bocsánatot kérek. De igen, tehát egy ilyen összefogó, egybegyűjtő szerepe van a Szent Koronának, és a magyarság nemzeti hivatása is, és az egész emberiség érdekében szól, tehát nem öncélú. De mindenféleképpen egy magasztos hivatás, tehát az, hogy emeljük a GDP-t, vagy elérjük életszínvonalban Németországot, ez nem egy cél egy nemzet számára. Mindenféleképpen magasztosabb és Istenhez köthető cél az, amit őseink mindig kijelöltek számunkra. Ennek tükrében, amit mondott, nagyon fontos kérdés Péterhez. Meddig és hol magyar a magyar, kérdezem. Az 1000 éves határig, amelyet többször átlépett, bebarangolt huszárként, Kazasztánig, udmurtként, finnként, finnugorként. Hogyan és meddig magyar a magyar? Hát ameddig az édesanyja legelőször magyarul szól hozzá. Tehát magyar az, aki magyarul gondolkodik, magyarul beszél és magyarként cselekszik? Még ez se biztos, mert ugye a megfeszett hősök közt volt olyan, látta egy Pöltenberg, stb., aki nem tudott magyarul, de az életét adta a magyar szabadságért. Hát megint föl kell vennem a kézigránátot.
Most itt kicsit rákanyarodnék a huszárra, mert ez egy életmód. És teljesen mindegy, hogy beszél valaki magyarul, vagy nem beszél magyarul, mert Dániában, amikor elhívtak ahhoz a dán huszárezredhez, amit annak idején 1762-ben magyarok alapítottak, ott sem beszéltek magyarul. Viszont a huszár szellem jelen volt, és a magyar huszár azért magyar huszár, mert pontosan karakterikusan viselkedésében, tetteiben jelentkezik ez elsődlegesen. Az, hogy a közösség szolgáltatása mennyire van jelen az életében. Az, hogy az a bizonyos áldozat, amit alárendelem az akaratomat a közösség akaratának, ha kell, akkor 3 hónapon keresztül járkálok egy ilyen kerítés mellett, pusztán azért, hogy a külső ne jöjjön, ne legyen belső. Talán ezt lehetne megfogni, hogy mindegy, hogy ki milyen nemzetiségbe tartozik, mindegy, hogy milyen nyelven beszél, ha fölismeri azt, hogy a belsőjében létezik az a bizonyos szentség és szakralitás, és meg tudja hozni azt az áldozatot minden áldott nap, és bele tud nézni reggel a tükörbe, vagy este a tükörbe, fiatalabb házasoknak mondom, este a tükörbe, akkor ennek már ki magyar, ki gondolkodik magyarul, vagy ki beszél magyarul, szerintem nincs jelentősége. Minden népbe lehet találni jót és rosszat, lehet találni a sötét és a világos oldalt. És reméljük, hogy a világos oldal lesz többségben. Igen, ez a feladatunk, az égi világ földi leképezése némiképp, ahogy a koncepcióban is szerepel. Apropó, az árpádházi szentekről azért beszéljünk. Szentekről és boldogokról, hiszen a szakrális térben külön szerepelnek ők. Egy Hevenesi Gábor nevű jezsuita az 1700-as években volt az első, aki összegyűjtötte egy kis könyvecskébe az árpádház szentjeit és boldogjait. Ez a könyv került a kezembe, és ennek alapján kezdtem dolgozni. Hát egyáltalán nincs benne a magyar köztudatban, hogy ennyi szentünk van. Ugye Szent István, Szent Imrét, Szent Lászlót tudjuk, de a többi az majdnem, hogy ismeretlen. Tehát egy bizonyos történelmi búvárkodásra is szükség volt, hogy ezt fel tudjuk mutatni. És különösen fontosnak találom, amit itt egy térképen be is mutattam, hogy sugarasan Európa minden nemzetével összekötnek bennünket ezek a szentek. Tehát itt is a magyarság globális küldetése és központi érzelmi központként való szerepe nyilvánul meg ezekben a szentekben. Köszönöm szépen. Nos, az időnk vége felé járunk. Szeretném megkérni önöket egy összegzésre. Milyen gondolatokkal érkeztek Székesfehérvárra, illetve milyen gondolatokkal nézték meg ezt a tárlatot? Mit visznek haza belőle? Mit mondanak el otthon, családjuknak, munkatársaiknak? Te azt, hogy ha végeztünk, én azért megnézem a tárlatot, mert előtte nem volt rá alkalma, mert ugye a riportot kellett adnom, tehát én menetből támadtam, úgyhogy ezt a hiányosságot később be fogom pótolni, most, amikor végeztünk. Tehát természetesen az, hogy biztatni fogom az embereket, hogy jöjjenek el, nézzék meg, és utána üljünk le, és beszélgessünk róla. Ha csak gondolat indító, az már jó. Ezredes úr. Hát én nekem a lelkiség szempontjából sejtettem, illetve hát tudtam, hogy barátaimmal fogok itt találkozni. Nekem már ez egy külön élmény, hogy újra köztük lehetek. A tárlat kapcsán, hát ezt el kéne vinni máshova is, jó sok helyre, mindenhova ebbe az országba. Pusztán azért, hogy ami itt látható, megérezhető, az ott is érezhető legyen. Hogy a templomaink rendben legyenek, hogy a tetőink rendben legyenek, hogy a kerítéseink rendben legyenek, mert akkor oda bent is rendben vagyunk. Én csak ajánlani tudom, hogy ezt a munkát folytatni kellene. Hát ehhez annyit, hogy ugye ez a 100 kép, ez 100 embernek a tulajdonában van. Még Makovec Imre szervezte meg a Magyar Hősök Arcképcsarnoka Egyesületet. Mindenki azzal a kötelezettséggel vitte, illetve vásárolta meg a képet, hogy nem viszi haza, hanem örökre egybe tartja, és mindig nyilvánosan látogatható lesz. 3 kiadásban jelent meg már könyvben életrajzokkal ez a 100 magyar hős, most készül a 4. kiadás,
és nagyon sok másolatsorozatot készítek és ajándékozok azért, hogy főleg határon túli magyar iskoláknak a falán ott legyenek ezek a hősök életrajzzal együtt, amely egy néma történelem óraként működik. Tehát én abban reménykedek, hogy ezek a képek most már a saját útjukon járnak, és betöltik szerepüket. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megtiszteltek. Hölgyeim és uraim, kedves itt lévők, kedves televíziónézők, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a két hét múlva ugyanebben a térben, ugyanitt más vendégekkel. Addig is minden jót kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra!